Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Október 29-én újra egy portálnap van. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban van a plejádokkal. Ez egy finom energiamező, ennek van gyógyító hatása, segít abban, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, bizonytalanságokon, azon kívül kinyílik egy égi kapu a plejádok felé, kinyílik egy égi kapu a spirituális terület felé. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Hogy, miről van szó? Arról beszámolok ezen a felvételen. Hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár. Erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. A majáknál a 13-as szám egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét is hoz. Ez a portálnap október 29-én a hatodik hullámban van. A hatodik hullám eltart november 5-ig, utána majd indul a hetedik hullám. Ez a hatos hullám a múltat jelenti. Itt vannak emlékek a múltból, vagy valaki gondol rád, visszatér a múltból, vagy bizonyos témák ismétlődnek meg, egy bizonyos helyzet, amit már átéltél a múltban. Ez a portálnap október 29-én, ez az ötödik nap ebben a hatodik hullámban, és az azt jelenti, hogy valamit lezársz, befejezted a munkádat, vannak új tervek, ötletek, és aktív leszel, egy új irányba keresel kapcsolatokat. Azt is jelentheti ez az energia, hogy mások keresik veled a kapcsolatot. Van külső befolyás. Ebben a maja naptárban mindig vannak szimbólumok. Ezen a napon ok uralkodik, és ok lefordítva egy kutyát jelent, ami a képen látható. Én olyan viccesnek találtam ezt a kutyát, ahogy így figyelget, ezért választottam ezt a képet, remélem nektek is tetszik. Ok kutyát jelent, és lehet, hogy itt házi állatokról van szó, kutyáról, vagy esetleg cicáról, vagy más házi állatokról, ezt is jelentheti ez a szimbólum. Amit a kutya még jelent, ezek a barátságok, hogy vannak baráti kapcsolatok, vagy valaki, egy barát, barátnő visszatér a múltból, lehetnek új baráti kapcsolatok is. Amit ok, illetve ez a kutya szimbolikusan még jelent, és ez kihat a párkapcsolatra, ez a hűség. És ez most nagyon fontos erre odafigyelni, hogy meglegyen a hűség, meglegyen a bizalom. Összefoglalnám azt, hogy miről van szó ezen a portálnapon és ezen a szertartáson. Ennek van gyógyító ereje, nyitottak vagyunk a spirituális terület fele, áttesszük magunkat a félelmeken, bizonytalanságokon,
vannak emlékek a múltból, sőt lehet, hogy valaki visszatér a múltból, vagy gondol rád, lesz egy új irány, lesznek új kapcsolatok, ezek lehetnek barátságok, és a párkapcsolatban a hűség az, ami most nagyon-nagyon fontos. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!